Sugár Péter vagyok. Sugár Péter vagyok. Kutyaképzéssel foglalkozom, pozitív megerősítésen alapuló kutyaképzéssel. Bogyogy! Bogyog! 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 Mi volt a gond ezzel? Az, hogy a kutyák többsége nem Jedi. Bogyog persze egy kivétel. Hát, hogyha a kutyánkat akarjuk behívni, akkor mondjuk neki, hogy mit szeretnénk. Azt mondjuk neki, hogy gyere ide. Bogyó, gyere ide. Fontos dolog, hogy mindezt hogy mondtam. Nem kiabáltam, hogy Bogyó, gyere ide! Bogyó, gyere ide! Hanem szépen, nyugodtan, nyugodt hangsúlyal, kedvesen mondtam a kutyának, hogy mit szeretnék. Tehát nyugodtan mondjunk csak szépen parancsokat a kutyának, sokkal szívesebben meg fogja csinálni. Ha csúnyán mondjuk neki, csúnyán adjuk ki a parancsokat, akkor adott esetben egy félelem alakulhat ki a kutyában, tartani fog tőlünk, vagy a parancsokat nem szívesen, nem örömmel, hanem inkább félelemből fogja végrehajtani. Tehát van pár dolog, amit nem szabad csinálni behíváskor. Mik ezek? Például nem szabad ráhajolni a kutyára, az nem jó érzés a kutyának, elnyomjuk fel a kutyát, ez egy fenyegető mozdulat. Másik fenyegető mozdulat, hogyha kapálózni kezdünk a kutya felett, ezt sem szeretik a kutyák. Ha oda jönnek, akkor nem szabad őket lefogni. Ez nem jó dolog. Kutyák szabad lények, úgyis ott maradnak mellettünk, hogyha simogatjuk őket. Van pár trükk, amit érdemes viszont használni a behíváskor, amikor a behívás sokkal jobban működik. Egyik ilyen például az, hogyha legugolok. Ilyenkor a kutyának kevésbé vagyok fenyegető, hogyha nem érzi magát veszélyben. Másik trükk az érdekes hangok adása. Erre a kutyák odafigyelnek, mert kis kíváncsi lények. Oda jönnek, megnézik, hogy mit csinál a gazda, és már is elértük a célunkat. Ilyenkor érdemes a behívásnál a behívásra ráerősíteni. Tehát amikor a kutya odajön, akkor igenis nyomjuk meg a klikkert és jutalmazzuk őt meg. Fontos dolog még, hogy mikor nyomjuk a klikkert behíváskor. Behíváskor a klikkert akkor nyomjuk, amikor 1-1,5 méterre van tőlünk a kutya, hiszen ez egy folyamat. A kutyám jön felém, erre a folyamatra szeretnék ráerősíteni. Másik trükk ilyenkor, hogy azon a 1,5 méteren a kutya már nem fog elmenni, hanem oda fog jönni hozzám a jutalomfalatért. Ez később automatikussá fog válni, és idővel elhagyhatjuk a megerősítést.